A most következő műsorunk megtekintése 12 éven aluli nézőink számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott. A Földön több mint 1 milliárd ember éhezik, és ugyanennyien vannak, akik túlsúlyosak vagy elhízottak. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az elhízás egyike a legsúlyosabb krónikus betegségeknek, amely évről évre egyre több embert érint. A Beszélgetés Plusz vendége dr. Pados Gyula, obezitológus. Jó estét kívánok! Mivel foglalkozik pontosan egy obezitológus? Az obezitológia az egy latin szó, az obezitás, az elhízás, túlsúlyt elhízás jelent. Például a magyar állizással foglalkozó egyik társának ez a neve, hogy Magyar Obezitológiai Társaság. Átmentek a közfogalomba ilyenek angiológia, hipertonológia, amit már úgy jobban értenek. Ez viszonylag újabb átnevezés ez a dolog. Az a lényeg, hogy azzal a betegséggel foglalkozik, amelyik a magyar lakosság több mint 60%-át érinti. És ebből 40% úgynevezett túlsúlyos a felnőtt lakosságban, és kb. 20% az, amit orvosi értelemben elhízottnak lehetnek nevezni. És ahogy tetszettek említeni, az elhízás betegség, ugye sokan ezt vitatják, hanem csak ilyen alkati kinézet és a többi problémának tekintik. A Egészségügyi Világszervezet szerint a 10 legsúlyosabb betegség közé tartozik a világon, mert olyan sok szövődmény jár vele menetrend szerint, amelyek aztán szív- és érrendszeri daganatos betegséghez vezetnek. Említette, hogy orvosi értelemben elhízott. Mikor tekinthető valaki orvosi értelemben elhízottnak? Igen, hát ez egy kicsit komplikált így szóval elmondani. Az a lényeg, hogy nem egyszerűen úgy beszélünk most már elhízásról, hogy ki hány centi magas, mondjuk, hogy 170 centi magas, akkor annak 70 centi mínusz 100 a normál súlya és a fölött 10%-a túlsúlyos elhízott, hanem van egy úgynevezett testtömegindex BMI. Ha a testsúly kilogrammozva a testmagasság méterben kifejezett négyzetével, hogyha ez szerint számolják, akkor 20 és 25 között van a normál érték, ennek a BMI-nek, Body Mass Index. 25-től 30-ig úgynevezett túlsúly, ahol már megjelenhetnek a rizikófaktorok vele együtt, és 30 fölött szinte menetrend szerint jön a magas vérnyomás, a magas vérsír, a magas vércukor szint, mint az a négyes fogas, mint a leggyakoribb szövődményei az elhízásnak. Számít például a testzsír százalék? Igen, ez is egy jó megközelítés. Például gyerekkorban, ahol ezt a BMI-t nehéz használni, mert a gyerekek testalkata más, van, akik úgy próbálják megállapítani a gyerekkori elhízásnak a fokát, hogyha megmérik a testsír mennyiséget, amire vannak egyszerűbb, meg bonyolultabb eljárások, és akkor 20% fölött férfiaknál, fiúknál, 30% fölött nőknél a testzsír emelkedés jelez, és tulajdonképpen az elhízás az a testzsírnak a megnövekedése, nem a testsúlynak a megnövekedése. Fiatalok között sok izmos egyén van, és a mérleg ilyen szempontból kedvezően vagy kedvezőtlenül csalhat. Ugye a bevezetőben említettem, hogy ugye 1 milliárd ember éhezik a Földön, és ugyanennyi túlsúlyos vagy elhízott, és ugye a túlsúlyos és elhízott emberek jellemzően ugye az Amerikai Egyesült Államok, illetve Európában élnek. Ez egy civilizációs betegség, mert azt gondolná az ember, hogy itt Európában, ahol az emberek nem napi $1 kénytelenek élni, van pénzük arra, hogy mondjuk sportoljanak, egészségesebben éljenek, egészségesebb ételeket egyenek, vigyázzanak arra, hogy ne hízzanak el. Hát ugye ezekben az úgynevezett civilizált országokban óriási a választék. Hát tessék bemenni egy ilyen bevásárlóközpontba, micsoda kísértéseknek vannak kitéve ahhoz képest, hogy egy afrikai gyerek egy héten egyszer tud jól lakni. Tehát a nagy választék, ami még ráadásul fel is van tupírozva a kinézetével, a húsok gyönyörű pirosak, mert egy piros üveg mögött mutatják őket, és így tovább. És hát azért megvan jobban az a hozzáférhetőség is, és ugye anyagi szempontból is sajnos a jól keresők között se nem ritkább, se nem gyakoribb az elhízás.
gyakoribb lenne, ha azt a élelmiszerre költenék, de mintán a jól keresők egyrésztnek ilyen pozitív egészség kultúrája van már, ők azért tudatosan válogatnak. Pláne ha tudják, hogy mi az, amit lehet enni, és mi az, amit nem. Az a baj, a tudományban erre vonatkozóan 20-30 évben viták vannak. Arról, hogy mi a helyes étrend, amivel megelőzik, vagy amivel kezelhetjük az elhízást. Ön szerint mi a helyes étrend? 20 évig szorgalmazták a zsírszegény diétát. Az Egyesült Államokban sok volt az infarktus a 70-es években, és akkor azt mondták, hogy egy országos zsírcsökkentő programot vezetnek be. Ez meg is történt, csökkent is az infarktusok száma, ennek az volt az alapja, hogy a koleszterin szint majd csökkenni fog. Nem volt olyan nagy eredmény, mert a koleszterin szintet diétával csak 5-10%-kal lehet csökkenteni, és közben meg olyan szuper gyógyszerek vannak, ezek a statin alapanyagok, amelyek 30%-kal csökkentik. De az emberek elfogadták ezt a nagy kampányt, és zsír helyett szénhidrátokat ettek, kenyeret, tésztát, süteményeket, és így tovább. És amikor ez kezdődött, ez a kampány 70-es években, akkor 14% volt az elhízottak aránya az Egyesült Államokban. És 2000-re, amikor zsír helyett szénhidrátokat ettek, főleg ez 30%-ra nőtt. Aztán 2003-ban már 33%-ra emelkedett. Most zárójelben jegyzem meg, hogy van egy vadonatúj hír, egy két napos közlemény, hogy érdekes, hogy 2003-tól most 2011-ig ez a 33%-on megállt. Ezt reméljük, hogy ilyen plafon jelenség, vagy mégis ott is kezd átalakulni a tudományos vélemény, hogy vigyázni kell ezekre a gyorsan felszívódó szénhidrátokra. Mi történik ugyanis, ha valaki, hát ha cukrot eszik pláne, de fehér kenyeret, rizs, krumplit, tésztát erőlteti, villámgyorsan felszívódik és vércukor emelkedést okoz. A vércukor emelkedésre inzulin választódik el, ami ebből a cukorból zsírt csinál, és ezt a zsírt lerakja. Ebben a dologban a viták most abban az irányban vannak, hogy azt mondhatjuk, hogy ez az új trend, amit a mi társaságunk is, és sok helyen hivatalos állásfoglalásként elfoglalnak, hogy a kalóriát az csökkenteni kell, mert az nem vonja senki kétségbe, a kevesebbet eszünk, az fogyaszt. Azonban a szénhidrát mennyiségét csökkenteni kell, és inkább a fehérjét kell növelni, tehát a sovány húsokat, esetleg növényi fehérjéket fogyasztani, több rostot kell fogyasztani, ez úgy jön össze, hogyha sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak. És aztán ez nem csak ilyen országos méretű tapasztalatok igazolják, hanem sok száz vizsgálat hasonlította össze a zsírszegény és a szénhidrátszegény diétát, és ezek legnagyobb részéből a szénhidrátszegény úgynevezett low carb diéta, amit a magas fehérjével együtt low carb high proteinnek neveztek, azok eredményesek voltak. Tehát ebben az irányban kell elmozdulni, és talán Amerikában is ez megtörtént. Például tavaly az amerikai hivatalos szerb, csak úgy közbevetőleg jegyzem meg, hogy Amerikában kétféle irányelv van. Van az Agrárminisztériumnak egy irányelve. Ez olyan piramis csinált, hogy naponta 6-11-szer kellett volna enni valamilyen gabonanemű tésztákat, rizst, krumplit. Nem csoda, ha ezt betartották akkor, hogy elhíztak. És van a Harvard Egyetemnek ajánlása, ahol 16 Nobel-díjas volt a világ legnagyobb egyeteme, nem kell a Harvardot itt ragozni. De a hivatalos az Agrár Egyetem, a mezőgazdasági egyetem, igaz, hogy szakértőkkel. Most azok, mint a Titanic, olyan nehezen fordulnak, mint egy ilyen nagyságú hajó. Most addig eljutottak, hogy fölmérték, hogy például a liszteknek ugye két formája van, vannak a teljes őrlésű lisztek, amiben sok a rost, nehezen szívódnak fel, mondjuk egy buzaliszt, és vannak azok a lisztek, amelyiknek a kevés benne a rost, tehát finomított lisztek vannak. Ezek a finomított lisztek emelik a vércukrot, és következik a zsírlerakódás. 13% fogyaszt csak Amerikában teljes őrlésű lisztből készült kenyereket,
és a maradék 87% pedig finomított lisztből. Most azt az ábrát adták elő, Barack Obama felesége is egy ilyen rajzzal kiállt a nyilvánosság elé, hogy legalább 50% legyen, hogy finomított liszt, de ami a lényeg, hogy a fele legalább teljes hőlésű lisztből legyen, és azzal nem kell szenvedni. Ausztriába, ha járok, én mindig veszek barna kenyeret, ahol 250 fajta van, és az sokkal finomabb, mint amit. Meg sem kérdezni, hogy Magyarországon hány százalék eszik olyan teljes kihőlésű lisztből készült. Hát kenyeret. A pontos adatot nem tudom, de 10-20% körül van még. Ráadásul az is baj, hogy itten egy részét, miután az ugye az kezd terjedni, hogy a barna kenyér egészségesebb, azt megfestik manátával, és akkor amit én megveszek barna kenyérként, az nem biztos, hogy, hogy rostos. Egyébként itt ugye ezek a kenyerek, tehát az ember vesz egy sima fehér kenyeret, vagy megnéz egy sima fehér kenyeret, vagy megnéz egy teljes kérlési kenyeret, nyilvánvalóan árban is van különbség. Tehát ezt nem mindenki engedheti meg magának, illetve hogy itt a válság ezt hogyan befolyásolta az ételek minőségét, amint az emberek esznek? Hát ahogy ilyen piackutató adatokat néztem, érdekes módon, akik mondjuk 2009 óta, azt mutatja, hogy az emberek 60%-a csökkentette a fogyasztását. És akkor próbálták felmérni, hogy minek a fogyasztását csökkentették. És elsősorban hogy a ruházkodást, a szórakozást, tehát étterembe járás, egyéb színház, mozi, a kiadásokkal járó dolgot. De két dolgot nem csökkentettek a kiadások egészére vonatkozóan érdemileg, az egyik éppen az élelmiszerek voltak, a másik pedig az egészségügyi kiadások. Tehát most még azért nem nagyon látni, hogy miként van, de elméletileg ki lehet találni, hogy mondjuk a zöldséggyümölcs, amit maximálisan napi 40 dekát javasolnánk elvileg. Ugye a szezonális is jóval drágább, mint mondjuk egy kenyér, és akkor mikor válogatni kell, akkor ritkábban vesznek mondjuk narancsot vagy gyümölcsöket, és gyakrabban ilyen kenyérféléket. Az Egyesült Államokban már évtizedek óta észrevették, hogy a legtöbb elhízott például a fekete nők között van, akiknek a bevételük, ugye az anyagi helyzetük az alacsonyabb az átlagnál, és mégis kövérebbek. A legkövérebbeket ők közöttük lehet látni, mert annyi pénzük még van, hogy azt a kenyért, tésztaféleségeket ilyen utcai árusokkal is beleértve megvegyék, és ők jutottak az elhízáshoz. És hát világszerte ez a vita most a csúcspont után van. Az a baj, hogy amikor ugye most bevezették a chipsadót, az elvileg egy helyes dolog volt, ha már szükség volt rá. Azt nem lehetett javasolni, mert az politikailag nem ment volna el, hogy emeljék fel a fehér kenyérnek az árát. Legfeljebb úgy, hogy a barnát csökkentsék, vagy valami ilyen. Amik oda bekerültek, ugye azok első van a magas cukortartalmú, az helyes, a magas sóstartalmú, az a vérnyomás miatt helyes, és olyan előre csomagolt cukrozott készítményeket, amelyeket le lehet kontrollálni, mondjuk vagy százalékban megadták, hogy mennyit lehet adni. Egyébként ez egy jó irány szerint? Tehát, hogy nyilván szükség van arra, hogy az embereket tudatosabb étkezésre, tudatosabb életvezetésre kellene szoktatni, nevelni, vagy megmutatni egy irányt, hogy akkor ebbe talán ez lenne a jó az egészségük szempontjából, tehát az ő szempontjukból. Ez egy jó irány, hogy azt mondjuk, hogy akkor megpróbáljuk úgy rávenni őket, hogy egészségesebb ételeket egyenek, vagy ne vegyenek meg ilyet, hogy chips, meg kóla, meg stb., úgy, hogy azok drágábbak. Hát nézze, járok moziban, elképesztő, ami a moziban történik. Mikor voltam Amerikában, ezelőtt 30 évvel talán először, akkor elvittek moziba, és akkor az volt a nagy szenzáció, hogy azt mondta a rokonom, na akkor elvisznek moziba, de először vegyük meg a üdítőitalt, meg a popcornt. És ott csak én bámultam, hogy ilyen ritkaság előfordul, hogy bent lehet egyáltalán enni.
és tetszik látni, hogy többet állnak sorba most a fiatalok popcornért, vagy az édesért, vagy a sósért, mind a kettő káros. A popcorn pedig az egyik leggyorsabban felszívódó szénhidrát, és az üdítőital, amiben cukor van. És megkérdeztem ott, hogy milyen dózisú, nem, én is vettem, de hogy milyen dózisok vannak, 2 liter, 3 liter, 5 liter. És akkor mondom, akkor egy kis adag üdítőt kérek, az csak csapból van, az fél liter a minimum. Hát most ezek még nem hisznek el, ezek a fiatalok, mert sokat mozognak, de ez olyan szabály lett, hogy kivéthetetlenül megy előre. Ha mondjuk ezt megmerték volna emelni, akkor mint életstílust befolyásoló tényező talán használt volna. Na nem ez a lényeg azért az egészben, csak egy példát akartam mondani, hogy a szokások hozzákötődnek már szórakozáshoz, meg egyebekhez. Hát például a gyerekkori elhízásban az okaként, például most egy nemrég egy közlemény azt mondta, hogy a kevés alvás, az internetezés és az alkoholfogyasztás az egyik fő oka. A kevés alvás ez a felnőttekre is vonatkozik újabban, azért, nem azért az egyszerű ok miatt, mert aki sokat van fenn, az nyilván több ideje van arra, hogy egyék, ez is benne van. De van egy hormon, egy grelin nevű hormon, amit a bélrendszer termel, az fokozza az étvágyat. És ameddig fönn vagyunk, az fokozza az étvágyat. Nem véletlen, hogy ön nem szokott fölkelni, gondolom, ilyen 3-kor, meg 5 órakor legyen, és nappal 8 órát nem szokott kibírni annélkül, hogy nem legyen. Tehát aki 8 órát kialszik, az annyival kevesebbet eszik, és kevésbé hízik el. Na most, aki ehhez mondjuk úgy kerül ilyen helyzetbe, hogy például a fiatalok ugye helyes, de interneteznek éjszakáig, aztán még ha ez csoportosan megy, akkor még alkoholt is fogyasztanak. Ez a 3 tényezővel magyarázzák a fiatalkorúak elhízását. A 4. tényezőt is vizsgáltak, ez egy sok ezres amerikai vizsgálat volt a kávé. A kávénak nem volt ilyen hatása. A kávé az az egyetlen élvezeti szerünk, amit mindig támadtak, de minden lepörgött róla, és egy csomó bizonyíték van, hogy napi 4 kávéfogyasztása Alzheimer-kor ellen, élelmezesedés ellen, más betegségek ellen véd, megfeljebb egy kicsit egy spannungot okoz, mondjuk, aki ilyen természetű, annak nem tesz jót. Most már nagyon kitárgyaltuk ugye az elhízást, térjünk rá arra, hogy ha valaki elhízott vagy túlsúlyos, mit tehet ez ellen? Ugye ismert az úgynevezett pados módszer, ennek mi a lényege pontosan? Igen, hát mi 1983 óta 18 ezer beteget fogyókorázhattunk a Tétényi Szent Imre Kórháznak a lipid osztályán. A lipid szó az zsírt jelent, talán volt szerepünk abban, hogy elég sokan megismerték, de nem mindenki ismeri természetesen. Ez a mi diétánknak egy bevezető stádiuma, ami azt jelenti, hogy úgy jönnek be oda az emberek, hogy kérem szépen, én már a világon mindent megpróbáltam, itt az édesanyám megmondja, és egy dekát nem tudok hízni, tehát nincs sikerélményem. És akkor ott mi bebizonyítjuk egy ilyen 600 kalóriás diétával egy hét alatt, amit csak intézetben lehet végezni, mert ellenőrizni kell az EKG-t, kálimot, stb., hogy ez alatt az egy hét alatt 4 kilót le tudnak fogyni. És közben nem éhesek, mert a 3. napon megjelenik a szervezetben az aceton a leheletben, ami elrontja az ízérzést, és elrontja a szívvágyat. Mi ezt nézzük is a 3. napon a vizeletből, és akinek az acetonja nem lett pozitív, az gyanús, hogy mellé vett. Úgyhogy ez az első rész azonban nem csak a fogyásból áll. A fogyás azt jelenti, hogy van egy sikerélménye, abból startolhat, hogy én tudtam fogyni 4 kilót. Hanem, hogy ott kitanítjuk egy 1200-1500 kalóriás diétára. És azon kívül erre a low carb high protein, tehát alacsony szénhidrát, magas fehérje tartalmú diétára. Csoportfoglalkozások, diétás foglalkozások, videófilmek, az orvosi beszélgetések,
és hát minden reggel torna van, hogy a mozgásnak a jelentőség is. Tehát egy hétig ő azzal foglalkozik ott, hogy ő neki ez elhízása miatt kvázi kórházba is volt, kellett jönni, mondjuk súlyos betegek ott nincsenek, egy erre specializált 28 ágyas úgynevezett profilnak hívják mostanában nálunk az osztályokat, ott történik mindez. És akkor otthon megy ez a hosszú távú diéta. Most aki magányosan, egyénileg fogyókorázik, az a mérések, tapasztalatok szerint a leadott súlyának 95%-át visszahízza egy éven belül. Tehát kell hozzá egy támogatás? Igen, a legfontosabb támogatás az kettő. Az egyik az, hogy szakszerűen diétázzon, mondjuk. Tehát legyen egy kontroll, egy külső kontroll. A másik pedig, amit tetszik mondani, hogy kontroll kell. Tehát ezeket a betegeket, mert betegnek nevezük, elnézést az elhízás, még annak is az illető nem tekinti magát annak, de én leteszem az esküt, hogyha egy 30 fölötti BMI-vel bárki embert az utcáról behoznánk, legalább 3-4 eltérést tudok rajta találni. Tehát a másik a kontroll, vagy ambulancián, vagy pedig esetleg a kórházban. Na most ezek a mi betegeinknek, ezek, akik mondjuk egy fél év alatt átlag 10 kilót leadnak, azoknak csak a 30%-a az, aki visszahízik, és a 70%-a az, aki visszahízik, és 30% az 5%-hoz képest megtartja. Tehát 70% visszahízik. 70% visszahízik. Az elhízás egy rendkívül nehezen kezelhető betegség. A fő probléma az, hogy nincs gyógyszer. Illetve hát ez nem nagyon stílusos mondani, mert azért szoktak engem is támadni, hogy az élet volt minden. Az a baj, hogy itt napról napra 5-6-szoros kísértésnek van kitéve az ember. És például ezzel a low carb high protein diétával mi fél év alatt az egész világon nagyszerű eredményeket érnek el. 3-4 kilóval többet lehet fogyni, mint a zsírszegényen. De egy fél év után már ez a különbség kezd lemorsolódni, eltűnni. És kiderült a vizsgálatokból, hogy már fél év múlva messze nem azt a diétát eszik ők. Ő rá van fogva, hogy ő alacsony szénhidrátos, de közben, ha a naplóját megnézzük, hát számos vétkezés van benne. Rettentő nehéz ennek ellenállni. Vannak ugyanilyen szénhidrátszegény lisztek, amik segítenek abban, hogy mondjuk egy fahéjas sigát is megelsen valaki. De szóval itt az a probléma, hogy kellene azért vagy egy étvágycsökkentő, ami egyáltalán nincsen, most mind a kettőt betiltották, idegrendszeri mellékhatások, öngyilkosságig menő depressziók fordultak elő miatta. Mert például mondjuk a koleszterin, ami egyik legnagyobb probléma volt az orvostudományban, a 90-es évekig bejöttek ezek a csodaszerek. Mi a véleménye ezekről a fogyasztószerekről? Ugye látni a tévében, reklámokban, hogy egy tabletta az ember beveszi, és már is ő lesz. Igen. Egy top modell. Hát ezek nem azok, amiket kezdtem mondani, hogy a koleszterinre milyen csodaszer van, mert az a 8-as koleszterint 2 hét alatt leviszi 5-re. Uh-huh. 5-re. Azon bejönnek a betegek, és el vannak az águl, vagy mit kaptak. Miután az elhízásnak nincs egyértelműen csodaszer diétája és pláne gyógyszere, óriási reklámbiznisz van az egész világon arra vonatkozóan, hogy mivel lehet fogyni a fogyasztó pizsomától kezdve, a fogyasztó talpmasszázon keresztül, a fogyasztó karkötőn keresztül, minden előfordul, amire mind pénzt kiadnak az emberek, és átmenetileg ugyan fogynak egy dolog miatt, mert ahhoz képest az, aki a magyar lakossági átlagnak megfelel, addig 3200 kalóriát fogyasztott naponta, és kifizet 20.000 forintot, ugye, a televízióban ott a reklám, megcsinálják nála a gyomorszűkítő műtétet, nem akarom utánozni, biztos tudják, miről beszélek, és közben, hogy ugye, bevettem, itt vagyok, kicseréltem a ruhazáramat, és a többi. Kérem szépen, ezek egy része humbuk, a másik része hatástalan, a harmadik része még veszélyes is, mert ha belekevernek olyan izgató anyagokat, amik a drogokhoz hasonlítanak,
Ugyanis ha azért kellett betiltani egy csomó elizásáni gyógyszert, mert azok efedrin és amfetamin származékok voltak, amiket a lovak dopingjára használnak, és hasonló, és hát az ismeretes, hogy az mondjuk nagyon veszélyes lehet. Szóval ezek a módszerek ilyen jó-jó diétát szoktak létrehozni, hogy le tudnak velük fogyni egy 4-5 kilót, és akkor aztán az alapanyagcsere lecsökken, és visszahíznak 6-7 hetet. Sajnos lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és mindezt elmondta nekünk. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!